Sokszor szoktam úgy a beszélgetéseket kezdeni, hogy nincs két egyforma év. Hát nincsen. Mint ahogy az bebizonyosodott ebben az esztendőben is. Ha valaki nekem azt mondja egy évvel ezelőtt, hogy a 2020-as esztendőt úgy fogjuk végigélni, ahogy, akkor azt mondom neki, hogy viccel. Gondoltad volna ezt az évről, miniszter úr? Abszolút nem, mert ilyet kitalálni se lehet. És erre főkészülni se lehet. Tehát olyan úton kellett végigmennünk az idei esztendőben, amire példa nem volt még. De valahogy mindig úgy van, hogy a legnehezebb idők azok, amelyek segítenek abban, hogy hogyan lehet erőt gyűjteni, és hogyan nyilvánul meg az érték. És az a nehézség, ez pont kikristályosította a mezőgazdaságnak az értékeit, megmutatta azt, hogy mire képes, és így tudott stratégiai ágazattá válni ebben az esztendőben. Hiszen ha megnézzük a vírusokat, az afrikai sertéspestist, a madárinfluenzát, a Covidot, ami az emberre veszélyes, és nekünk még a negyedik is nagy gondokat okozott, a félelem vagy a pániknak a vírusa, és hogyha mindez nem lett volna elég, akkor az időjárási nehézségek, a 153 napos tavaszi aszály, a koratavaszi fagyok, amelyek a gyümölcsöseket ritkították meg, és aztán utána, amikor megjött az eső olyan intenzitással, hogy belvízkárunk is keletkezett, szóval ilyen téren helytállni, ezeket a termelési eredményeket produkálni 2020-ban szerintem mindenképpen nagyon nagy eredmény. Ha megnézzük, az 5 éves átlagnak szinte megfelelt a termelés, és kiemelkedő a termelés kukoricából és napraforgóból, történelmi rekordok keletkeztek. Tehát olyan eredmények születtek, amelyek mindenképpen elismerésre méltóak, ráadásul még ilyen környezeti körülmények között. Én úgy gondolom, hogy még soha nem beszéltek ennyit a mezőgazdaságban dolgozók eredményeiről, munkájáról, mint az idei esztendőben. És lehet azt is mondani, hogy talán ugye minden rosszban van valami jó, hát ebben a rosszban talán ez volt a legjobb, hogy egy kicsit elismerték valahol a munkánkat. Igen, mert az emberek rájöttek arra, hogy home office-ba lehet vonulni, ágazatok leállhatnak, szabadságra lehet menni, csak egyetlen egy ágazat nem állhat meg, az agrár és élelmiszeripar, hiszen nekünk minden nap enni és inni kellett. És ugye ez a nagy tanúság, amely megfogalmazódott, hogy bármi történjék is, az embereknek élelmiszerre szükségük van. És ezt az élelmiszert mindig a gazdák tudják előállítani. Tehát a nehézségnek az előnye az az volt, hogy stratégiai ágazattá nőtte ki magát, hogy ráirányította a fényt a gazdák tevékenységére. És talán többször jut eszünkbe itt akár a karácsonyi vagy az újévi összejöveteleinken, családi rendezvényeinken, hogy igen, megdolgoztak ezért a gazdák, és a gazdák kezemunkáját fogyasztjuk el. És hogyha megnézzük, hogy ezek milyen különleges termékek, milyen minőségi termékek, milyen finomak, milyen ízletesek, akkor azt kell mondjam, hogy jó munkát végeztek. És hogyha belegondolunk, hogy milyen körülmények között kellett mindezt produkálni, akkor minden elismerés az övéké. Hogyha számszerűleg nézzük a mezőgazdaság teljesítményét 2020-ban, akkor mit tudsz róla elmondani? Mivel járult hozzá a mezőgazdasági ágazat a népgazdaság eredményéhez? Azt hiszem, hogy méltán lehetünk büszkék, hiszen az export többletnek több mint a felét az agrárium tette ki. Tehát olyan fokú gazdasági növekedés az, amit produkált ez az ágazat, amire méltán lehetünk büszkék. Az a versenyképesség javulás, amely évről évre látszik, az a teljesítménykibocsátás növekedés évről évre látszik. Ha csak a távlatokat nézzük, az elmúlt 10 esztendőben 65%-kal nőtt az 1 hektáról kibocsátott termék mennyiség aránya. Ez Európában dobogós hely, tehát olyan fokú növekedés. Az összes intézkedésünk, a pályázati kiírások, a szabályozó rendszerünk következő időszakra azt a célt szolgálja, hogy a termék kibocsátás mennyisége mellett hogyan tudjuk a jövedelmezőséget is növelni. Azaz a versenyképességgel hogyan tudjuk a nyugat-európai gazdákat utolérni. Itt arra gondolsz, hogy ne nyersanyagot termeljen a magyar mezőgazdaság, hanem egy hozzáadott értékkel adjuk tovább ezeket a termékeket? Pontosan arra gondolok, hogy az, ami elkövetődött a rendszerváltás idején, hogy alapanyagtermelővé tették a magyar mezőgazdaságot, egy nagy váltással feldolgozott termékek arányát növelni, a kész
termékek arányát növelni, azaz a hozzáadott érték mennyiségét növelni, hiszen így a jövedelmezősége az ágazatnak egészen mássá válik. Sok hiba elkövetődött a korábbi időszakban. Egyrészt az elhibázott privatizáció az élelmiszeriparnak és a feldolgozóiparnak. Ezen akkor azt gondolták, hogy majd a külföldi befektetők nagy fejlesztéseket hoznak, korszerű technológiákat fognak megvalósítani, és a helyet be kell valljuk, megvásárolták, leépítették, bezárták. Piacot vásároltak, ki kell mondanunk. És külföldről hozták a feldolgozott terméket, a magyar mezőgazdaság pedig alapanyagtermelő lett. Ez okozza a nagy hátrányunkat a mai napig. Ezen kell változtatni. És aztán elkövetődött a hiba akkor, amikor az első Európai Uniós ciklus forrásait nem megfelelően használtuk föl. Nem a gazdasági élénkítésre fordítottuk. Az igazolja ezt, hogy a lengyelek pont fordítva csinálták. Ott akkor alakult ki régió szinten a megfelelő feldolgozóipar, a tárolókapacitások, hűtőkapacitásoknak a fejlesztése. Ettől ugrott meg a lengyel gazdaság teljesítménye az elmúlt évtizedben. Ez az, amit nekünk nagyon gyorsan le kell dolgozni. Most érünk el oda ahhoz a folyamathoz, hogy a magyar feldolgozóipar mértéke utolérje az európai vetélytársait, tudjuk fejleszteni, valósuljanak meg azok a technológiai korszerűsítések, amellyel ezt a hozzáadott értéket tudjuk. Azaz, az alapanyagtermelésből hogyan leszünk egyre inkább feldolgozott termék vagy késztermék előállító ágazat. Korábban már beszéltünk arról, hogy te nagyon nagy figyelemmel vagy a magyar vetőmagok iránt. Magyarország vetőmag termesztésben mindig is az élen járt, és most is nagyon szép eredményeket tudunk elérni. De mi a helyzet a magyar nemesítési vetőmagvakkal? Ugye így Szegedre, van. Martonvására gondolok először is. Így van, hiszen a magyar vetőmag export mindig a második és a harmadik helyet foglalja a világban. Tehát volumenében is és minőségében is óriási. A tudás és a lehetőség biztosított Magyarországon arra, hogy a vetőmag exportunk és a vetőmag termelésünk az kiváló lehessen. És ugye itt rögtön jön a kérdés és jön az önvizsgálat, hogy mi a helyzet a magyar vetőmagokkal. Hiszen az, hogy Magyarország kifejtette a GMO-mentes termelés elköteleződését, ez egy óriási lehetőséget ad a génbankunk, az a hagyományunk, amink megvan, az egy nagyon jó válasz az éghajlatváltozásra és a megváltozott piaci környezethez is. Főleg a gyorsan változó étkezési, gasztronomiális helyzetekhez. Ezért nélkülözhetetlen, mint Szeged, a Gabona kutatónak a fejlesztése, mint a Martonvásári kutatóintézet fejlesztése is. Az idei esztendőben már megkezdődött a Szegedi kutatóintézetnek a fejlesztése, hiszen így meg tudja duplázni az előállított vetőmag mennyiségét, és nagyon szurkolunk nekik, hogy a piaci pozícióikat is tudják erősíteni, és bizony minél több magyar nemesítésű vetőmag kerülhessen a termőtalajra itthon is, és természetesen az a célunk, hogy külföldön is. Hiszen egy potenciál rejtőzik benne, évtizedeknek a szakmai munkája, magyar kutatóknak a megfeszített tevékenysége, amely abban kerül elismerés, hogy hány hektárt is vetnek belőle. Tehát nagyon fontos célkitűzésünk az, hogy mind Szegedet, mind Martonvásárt unblock a magyar nemesítésű vetőmagokat helyzetbe hozzuk az elkövetkező időben. Nem ússzuk meg befektetés és pénz nélkül természetesen. Azt remélem, hogy az új Agrártudományi Egyetem létrejött el. Annak az integrációja még inkább rávilágít majd arra, hogy a kutatási eredményeinket menedzselni kell. Támogatni, segíteni kell őket a piaci térfoglalásban, hiszen ez az alapvető érdekünk, hogy a kiváló szellemi potenciál gazdasági teljesítményben is meg tudjon nyilvánulni. Martonvásáron terveztek egy hibrid vetőmagüzem létrehozását is. Igen, készülnek a tervek. Egyeztettünk erről, hogy az a fejlesztés, amely megvalósulna ott, az olyan pozícióba emelni végre Martonvásárt, amely megérdemelné már. És nagyon remélem, hogy el tudja foglalni a 21. századi helyét végre ezzel a beruházással. Készülnek a tervek, készülnek a számítások, hogy mekkora beruházás, milyen megtérüléssel és milyen gazdasági potenciált rejt mindez magába. Nagyon remélem, hogy a jövő esztendő az sikeres lesz ezen a téren már. Mit vársz a 2021-es esztendőtől? Az első az, hogy egy nagy győzelmet aratunk a Covid-járvány fölött, hogy egyszer és mindenkorra le tudjuk győzni.
Ez egy nagyon fontos dolog lesz, mert akkor a gazdasági életet megbénító tényezőt ki tudjuk vonni a rendszerbe, és végre helyreáll a rend. Meghirdettünk 2020-ban nagyon sok pályázatot. Ha csak az állattenyésztési technológiai korszerűsítéseket nézem, 50 milliárdos kerettel hirdettük meg, 250 milliárdos igény jött be. Azt a belső döntést hoztuk, hogy igyekszünk 200 milliárdig legalább eredményt hirdetni. Tehát, hogy 200 milliárd forintot tudunk akkor a mezőgazdaság állattenyésztési telepek korszerűsítésére fordítani. Ez, mivel 50%-os intenzitás, ez egy 400 milliárd forintos beruházás élénkülés lesz a magyar gazdaságban. Tehát egy építkezési korszak jön, nagy beruházások jönnek a sertéstelepeknél, a baromfi telepeknél, szarvasmarha telepeknél, tehát ez egy fantasztikus vállalkozói kedv és bizalom a gazdák részéről. Azt remélem és azt kívánom mindjárt, hogy a 2021-ben a 20-ban meglévő bizalom az legyen ténylegesen megvalósuló, és készüljenek el, épüljenek meg azok a telepek, amelyek az elkövetkező évtizedeknek a gazdasági fellendülését tudják biztosítani minden gazda számára. Most lehetőséged van köszönteni, kívánni valamit a mezőgazdasági szektor dolgozóinak. Tedd meg, légy szíves! 2020 az soha nem látott nehézséget hozott. Mégis a nehézség összekovácsolta a gazdatársadalmat, társadalmi elismertséget hozott a gazdatársadalomnak, az az erőfeszítés, amelyet a magyar gazdák létrehoztak. 2021-ben az eredményét szeretném kívánni mindnyájuknak. Azt, hogy ez az összefogás, ez a társadalmi elismerés hozza meg azt az eredményt minden egyes gazdatársunk számára, hogy azon a bizonyos képzeletbeli kettős vonal alján magasabb számok fognak szerepelni, hogy nagyobb jövedelemre, jobb eredményre tudnak szert tenni. Szorgalomban, erőfeszítésben, kitartásban, tudásban nincs hiány. Már csak egy hiányzik, az Isten áldása mindarra a tevékenységre, amit tesznek. Azt kívánom, hogy 2021-ben jó Isten áldása legyen mindegyik gazda tevékenységén, hogy eredményesek és egészségesek tudjanak lenni. Miniszter úr, én és a munkatársaim nevében kívánok neked mindenhez jó egészséget és nagyon sok erőt. Boldog új esztendőt! Köszönöm szépen!